6, 5, 4, 3, 2, 1, fény! Közös visszaszámlálás után kapcsolták fel Szekszárd adventi fényeit tavaly. Idén erre december 2-án, vasárnap délután 5 órakor kerül sor. Ezzel hivatalosan is megnyitják Szekszárd leghosszabb programsorozatát, a szekszárdi adventet. Ugyanúgy, mint tavaly, idén is rengeteg zenei program várja majd a Béla Király térre ellátogatókat. A 30 éves Csík zenekar, a Hooligan Szimfonik és Grillus Vilmos is színpadra lépnek, de Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián Pál utcai fiúk című zenés darabját is bemutatják Szekszárdon. A gyerekek kedvencét, a Szalma labirintust is újra megépítik, emellett minden hétköznap a helyi civil szervezetek és vendégfellépők tartanak kulturális műsorokat. Az adventi vásárban helyi iparművészek és kézművesek várják a vendégeket. A Béla tér mellett pedig idén egy új helyszíne is lesz a rendezvénynek. Azt tűztük ki célul, hogy ne legyen olyan nap a nagy ünnepeiken kívül, tehát itt a húsvétre és a karácsonyra gondolok, ne legyen olyan nap a kulturális központ életében, amikor a szekszárdi családoknak nem ad valamiféle szórakozási vagy közművelődési lehetőséget. Szekszárd polgármestere is azt mondja, a szekszárdi advent programsorozattal a családokat akarják megszólítani. Nem csak a Béla Király téren a megszokott vásárosok, Szalma labirintus és különböző fellépők a színpadon lesznek majd részesei ennek a programsorozatnak, hanem a Babis Kulturális Központban is ezzel párhuzamosan folyamatosan programokat szervezünk, nagy koncerteket, színházi előadásokat, így mindenki el tudja dönteni azt, hogy a Béla Király térre szeretne majd kilátogatni, vagy a Babis Kulturális Központba. A szekszárdi advent karácsony után sem ér véget. December 31-én a Babics Mihály Kulturális Központban rendeznek óév búcsúztató szilveszteri bált, a város főterén pedig ingyenes retro szilveszterrel készülnek. Január 2-án pedig a már hagyományos újévi koncert nyitja meg az új évet.